Az elmúlt két esztendővel ellentétben nem hozott egetrengető magyar sikereket a junior úszó Európa-bajnokság, de a fiatalokra így sem lehetett panasz. Kazanyban a Kőbánya SC sportolója Berec Blanka megvédte címét 200 méter pillangón, és a válogatott további 5 érmet nyert az oroszországi kontinens versenyen. A legeredményesebb szakosztály az egyéni érmek számát tekintve az FTC volt. Mihályvári Farkas Viktória 400 méter vegyesen második, 1500 méter gyorsan harmadik, míg török Dominik Márk 200 méter pillangón ezüstérmes lett. Én úgy gondolom, hogy a srácok nagyon jól felkészültek erre az ifjúsági Európa-bajnokságra, és szívüket, lelüket be tudták tenni ebbe a versenybe, és profin felnőttek, az akár méltóan tudták kezelni azt, hogy mivel is jár ez az egész verseny. Megvoltak a realitások, ugye van egy ilyen ifjúsági Európa ranglista, az alapján ugye nagyjából be tudtuk tájolni, hogy a versenyzők hova tudnak elérni. A Wiki az nagyjából hozta azt az elvárást, amit támasztottunk felé. A Doma viszont kiemelkedőt és alkotott, és sokkal előrébb végzett, mint amit számolt a csapat. A kazanyi pódiumon kétszer is megfordult 15 éves lány, már tavaly is szerepelt a korosztályos kontinens viadalon. Ráadásul ő nyitotta meg a magyar éremcsapot a 400 méter vegyesen nyert ezüstjével. Nagyon jó érzés volt, különösen, hogy az első érmet én hoztam, mert nem gondoltam volna, hogy ez így sikerülni fog, és az, hogy én hoztam az első érmet, az egy ilyen külön pluszt adott nekem még. Reménykedtem benne, hogy mind a két főszámomba sikerül dobogóra állni. Nagyon boldog is voltam. Leginkább egyéni csúcsokért is mentem. Nem gondoltam volna, hogy ekkorát tudok javítani. Ő is, mint a Doma is fiatal, bár neki ugye már ugye tavaly is volt ifjú EB-n, neki ez a második szereplése. Ő azért már képbe volt abba, hogy ez mivel jár az egész. Most ugye úgy utaztunk, hogy azért nyilván voltak nagyobb esélyek, úgyhogy ez a teher azért nyomta az ő vállát is, de úgy gondolom, hogy meg tudta ezt, lépni ezt a feladatot, és megbirkózott ezekkel az akadályokkal. Kitett magáért török Dominik Márk is, aki 200 méter pillangón és 400 méter vegyesen is nagy egyéni rekordot úszott, pláne, hogy az előbbi produkció második helyen párosult. A 17 éves sportoló azért is elégedett lehet az eredménnyel, mert néhány hónappal ezelőtt még nem is álmodott hasonló szereplésről. Szeptember óta készülök ugye Molnár Ákossal, meg így a csapattal, Verrasztó Dávid Evelin, a Bicó, a Lilu, meg a Rékával. Hát az eleje az nehéz volt ugye beállni a nagyokhoz, kapaszkodok, de most már egyre jobban megy, és úgy érzem, hogy sokkal jobban tudunk együtt dolgozni mindannyian. Pillére nem gondoltunk volna, hogy egyből dobóra fogok állni, de úgy érzem, hogy nagyon jól elkaptam az iramot, és nem ijedtem meg attól a döntőben sem, hogy a két cseh gyerek nagyon elment a két mellettem lévő pályán, hiszen úgymond én közrefogva úsztam hullámba, de sikerült onnan kimásznom, és utolsó 50-en nagy hajrával sikerült ugye az egyiket lenyúlnom, a másikat meg sokkal meg tudtam előzni. Fiatalként ugye neki első ifjú EB-je volt, és tényleg nagyon összeszedetten tudott versenyezni, és tényleg amikor tét helyzet volt, akkor a maximumot ki tudta hozni magából, és azért ez nem sok versenyzőnek a sajátja. Az EB után persze nem pihentek sokat a ferencvárosi úszók, hiszen gőzerővel készülnek az augusztus 20-án startoló budapesti junior világbajnokságra, amely már csak a környezet miatt is életre szóló élmény lesz számukra a Duna Arénában. Talán elég, ha két évvel ezelőtti felnőtt VB-re gondolunk. Nem voltam itthon akkor, de néztem a közvetítést, és úgy hallottam, hogy nagyon jó hangulat volt, meg így láttam is, és hát nyilván nem lesz olyan a hangulat, de azért remélem, hogy meg tudjuk közelíteni. A Népligeti úszodában megvan a garancia a további sikerekre is. Ugyanis a nagyok mögött ott sorakozik több tucat gyerek, aki egyszer bajnokká szeretne válni. És klasszisokból nincs hiány, hiszen olyan versenyzők tempóznak az FTC-ben nap mint nap, mint Verrasztó Dávid és Evelin, Szilágyi Liliana vagy Bicó Bence. Egy egyesületnek ugye az a mércéje, hogy miben tud meríteni, kik azok a gyerekek, akiket utána fel tudunk karolni, és versenyzőket tudunk belőlük képezni.
Ugye nagyon fontos ahhoz, hogy a gyerekek lássanak egy példaképet, egy előttük járó gyerekeket, és úgy gondolom mindenképp ez a Doma, meg a Vikinek a teljesítménye, aztán most a Székely Dajnak a világbajnoki 6. helyezése, azért úgy gondolom, hogy azért egy olyan dolog, amire a gyerekek fel tudnak nézni, és tudják azt a célt követni, hogy tényleg, hogyha én jól csinálom és odafigyelek, akkor fel tudok jutni, és akár én is ilyen eredményeket tudok elérni, és ez egy nagyon fontos szempont a gyerekek számára.